Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Július 8-án szombaton érdemes lesz Pócs Petribe ellátogatni, de hogy pontosan miért és milyen programokra, erről beszélgetek a település polgármesterével. Vendégem Tamás György, mikor érdemes ellátogatni Pócs Petribe július 8-án, már akár a reggeli órákban? Július 8-án 9 óra 30 perckor kezdődnek a programok. Egy püspöki ünnepi megemlékező szentmisével, és ezt követi a községháza előtt a koszorúzás és a megemlékezés. Kikre emlékezünk, és mi lesz a központi téma ennél az ünnepségnél? Sajnálatos esemény történt 1948. június 3-án, köztudott az iskolák államosítása kapcsán. A mélyen hívő keresztény pócspetri emberek nem szerették volna, hogyha az egyházi iskolájukat államosítják. Körülbelül egy 300 fős tömeg a délutáni litániáról a községháza elé vonult, imakönyvekkel és olvasókkal énekelve, hogy nyomatékosítják a ő akaratukat, illetve ne legyen államosítva az egyházi iskola. Ekkor történt a sajnálatos esemény, az oda kivezényelt rendőrökből az egyik a dulakodás közben csőre töltött fegyvere elsült, és saját magát megsebesítve azonnal szörnyet halt. Ekkor beindult a úgynevezett, Pócspetribe úgy hívjuk, pokoljárás. Pillanatokon belül 300 ávost vezényelt ki Pócspetribe, végigverték a település nagy részét, és elkövetőket, gyanúsítottakat kerestek. Olyan embert ítéltek el halálra, akit 72 órán belül ki is végeztek, aki ott sem volt az eseménynél, Királyfalvi Kremper Miklóst, a falu segédjegyzőjét. Nagyon sok embert meghúzoltak, börtönbe kerültek, elítéltek, és többen sérüléseikbe haltak bele ez esemény kapcsán. Erre a sajnálatos eseményre emlékezünk, de arra büszkék vagyunk, hogy a pócspetriek kiálltak a hitük mellett, úgy, mint ma is kiállnak, és büszkén vállalják ezt a jövőben is. Július 8-án többek között ugye erre emlékeznek majd, illetve Királyfalvi Miklósnak lesz a temetése, vagy újra temetése, ki hogy fogalmaz. Ez mikor fog kezdődni? A temetés 12 órakor kezdődik a pócspetri sírkertben. Püspöki temetés lesz, dísztemetés. A nemzeti sírkert része volt eddig a Királyfalvi Miklós sírhelye. Ott exhumáltattuk, és Pócspetribe szállítattuk a földi maradványokat. Így a pócspetri díszsírhely is a nemzeti sírkert része lesz a jövőben. Nem feltétlen csak a megemlékezés és a múltra való visszatekintésé lesz a főszereplő július 8-án Pócspetriban, hanem délután lesz egy kiállítás is. Lesz pontosan micsoda? Kapcsolódó programok is lesznek délután. 15 órakor második alkalommal rendezzük meg nemzetközi művészeti alkotótábort. Egyhetes tábornak lesz a zárókiállítás megnyitója. Ez is egy színvonalas művészeti esemény lesz, illetve 16 órától Ember Judit, aki készítette Pócspetriről a 80-as években Pócspetri című filmet, őről lesz egy portréfilm díszbemutatója, amit 2016-ban Pócspetribe is forgattak a forgatócsoport. Kiknek ajánlja ezt a rendezvényt? Ez egy ilyen közösségi, igazi pócspetri rendezvény, vagy ilyenkor másokat is szívesen fogadnak, akár a misére, akár a programokra? Szívesen fogadunk mindenkit, a téma iránt érdeklődőket, pócspetrieket, pócspetriből elszármazottakat szívesen látunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell, hogy örökítsük a jövő nemzedék számára, és tudatosítani kell mindenkiben, hogy ilyen ne fordulhasson elő soha többé. Ez a rendezvényünk mottoja is, hogy emlékezünk,
hogy emlékeztessünk. Én nagyon szépen köszönöm, csodálatos záró mondatot hallhattunk polgármester úrtól. Július 8-án találkozunk Pócs Petriben, remélem, hogy önökkel is. Határtalanul jól érezhették magukat az ötvösös diákok, de hogy pontosan milyen program keretében és hol, erről beszélgetek vendégeimmel. Itt van az intézmény, az iskola vezetője, valamint két diákja. Szervusztok! Köszönöm. Igazgató úr, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a programot, ami lényegében Erdélyben is, meg itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ki tudott teljesedni az elmúlt hetekben, de mondhatni években is. Igen, a határtalanul program sorozatról van szó, amit általános és középiskolásoknak hirdetnek meg, mert évek, közel egy évtizede veszünk ebben a programban részt, és alapvetően az a célja, hogy a magyarországi iskolák diákjai tanulmányai során egyszer legalább eljuthassanak olyan szomszédos országokba, amely valamikor történelmi Magyarországhoz tartoztak, és ahol magyar nemzetiségűek élnek. Tehát ugye a nemzeti érzés, az identitástudat, összetartozás érzésének erősítése, magyar-magyar kapcsolatok és a személyes tapasztalatszerzés az, ami a lényeg ennek a programnak, és ez szerintem egy nagyon jó program sorozat, és most az idei évben ennek keretében valóban Erdélyben jártunk egy aktív turisztikai program keretében a középiskolás diákokkal. Nem akárhogy, hanem majd, hogy nem két keréken, no, nem odáig mentetek biciklivel, hanem gondolom ott biciklisztetek. Mesélj az élményeidről. Hát nagyon jó volt, hogy megismerhettük az Erdélynek a kultúráját, és nagyon, nagyon furcsa volt hallani, hogy ők is magyarul beszélnek, de mégis más, hogy még a régi magyar nyelvet beszélt, és hogy magyarul csak nagyon más. A fiatalok is használják még a magyar nyelvet? Igen, hát ott az iskolában is magyarul tanulnak, de nagyon érdekes volt hallgatni őket. Te milyen élményekkel gazdagodtál, Marci? Te hogyan emlékszel vissza a kirándulásra? A legkedvesebb élményem a Vagyasi Karszhoz fűződik, a patakon való átkedés, viszont van egy másik kedves élményem, ami pedig a foci meccs volt az ottani diákokkal, amit egy döntetlenre sikerült kihoznunk, habár nagyon erős volt az ottani felhozatal focistákból. Hát a túra további többi része is kellemes volt. Merre voltatok még, hiszen még a beszélgetés előtt kérdeztelek titeket, hogy Benedekelek szülőházát megnéztétek? Igen, be is mentünk, a kéziratát is megtekinthettük, valamint a könyveiből álló gyűjteményt megtekinthettük. Hát tulajdonképpen ennyi. És a biciklis rész az hogyan működött? Hol biciklisztetek, vagy mitől lett ez biciklis túra, vagy éppen program? Hát biciklivel mentünk minden faluba, a Vagyasi Karszhoz is biciklivel oda-vissza. Nekem is a Vagyasi Karszhoz tetszett a legjobban, az ott a leghosszabb is, és hát úgy magasságban nagyon magas volt, és úgy nehezebb, de nagyon érdekes volt az egész biciklizés, hogy minden nap bicikliztünk, de el is fáradtunk, de utána sem mindig volt még erő a fiúknak, hogy focizzanak. Igazgató úr, hogyan választjátok ki a diákokat? Tehát most ők jelentkeznek erre a programra, vagy van esetleg egy osztály, akire rámutattok, hogy na most mind a 30 diák jön velünk?
Mint ahogy említettem, évek óta veszünk részt ilyen programon, illetve vesznek részt a diákjaink ilyen programon, tehát most az elmúlt időszakban a határtanuló programok, de egyébként ettől függetlenül emellett is évente szervezünk több alkalommal is ilyen vagy hasonló jellegű programot a szomszédos országokba, és hát nyilván mindig van, tehát nem zárunk ki senkit a programból, nyilván ahol tanít az ember, ott elsődlegesen elmondja, de úgy ez ebbe bárki bekapcsolódhat, és hát nyilván a vállalkozó szellemek, akik bevallalják azt, hogy itt ugye azért egy több száz kilométeres autóút során jutunk el arra a területre, ahol kerékpározunk, ott elmegyünk, ott csillagtúraszerűen kerékpározunk napi 30-50 kilométert, és aki úgy gondolja, hogy egyrészt magát a távolságot is vállalja, aztán szeretné megismerni azt a környezetet, ahova elmegyünk. Ugye itt egy partneriskoláról van szó, akivel évtizedek óta együtt működünk, és a diák csere révén ugye mi is, és a Baróti Középiskola diákai is több alkalommal eljutottak már Nyíregyházára. Edzen program keretében is voltak, ugye? Igen, most? De a határtanuló mellett is mindig minden évben tervezzük és szervezzük ezt a programot, és hát nyilván aki szereti az aktív turizmust, itt most elsősorban a kerékpározásról van szó, de természetesen ahol mondjuk egy kicsit emelkedettebb a terep, vagy nehezebb, ott mondjuk gyalog megyünk, és hát természetesen gépkocsikkal is, és hát vannak erre mindig vállalkozó szellemű diákok, akik szeretik ezt a formát. A baróti középiskolásoknak mi tetszett a legjobban? Milyen visszajelzéseket kaptatok? Hát nyilván a diákok is el tudják ezt mondani, de ugye ezt meg kell tervezni, ezt a programot, ez egy 5 napos, illetve 6 napos program, 5 éjszakás program, és akkor naponta különböző távokat tervezünk, ennek különböző programjai vannak, és a barótiak, amikor itt voltak, akkor nyilván Nyíregyháza és környékes Ostorgyógyfürdő, aztán Nagykáló, Harangod, majd aztán egy kicsit tovább Kálósemjén, Máriapolcs és Nyírbátor volt a legtávolabb. Igen, természetesen kerékpára. És tehát, ami nagyon érdekel engem, a kivitelezés ennek a dolognak, hogy a bicikliket is megutaztatják ilyenkor, vagy ottani bicikliket kaptok? Hogy működik ez a dolog a programon belül? Hát, ahogy mi mentünk ki, mi vittük magunkkal a mi biciklinket utánfutón. Hogy a 2 kocsival mentünk, és 1 utánfutóval, amin a biciklik voltak. Szóval utaztak. Az jó kis túra a bicajoknak is. Igen, ez 530 kilométert kell autóznunk, hogy elérjük azt a területet. Itt ez a Kelet és a Déli Kárpátok kanyarulatánál Balcaság északi részén talált, ez a közel 9,5 ezres kisváros, ami egyébként színmagyar. Tehát ahogy Benni említette, itt valóban egy kicsit érdekesebben veszik magyar, szoktuk mondani, arhaikusabban, de ugye egyébként tisztán lehet érteni minden természetesen. Nagyon nagy élmény valóban ez is, és akkor oda visszük el a kerékpárokat, amikor pedig ők jönnek, akkor ők hozzák a lövékét, és akkor így történik meg a program. Szerintem lesz ennek még folytatása, jól gondolom, igazgató úr? Igen, mint említettem, már közel egy évtizede minden ősszel mi ezt tervezzük, szervezzük, mindig van érdeklődő arra vállalkozó diák, és gondolkodunk abban is, hogy most majd a következő tanév elején, úgy szeptember végén, október elején szintén nekivágunk és teljesítjük ezt a programot. Ehhez az kell tényleg, hogy a következő hónapokban erőbedobással a szervező brigád dolgozzon és gondolkodjon. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önöknek pedig ajánlunk egy különleges fesztivált, programot. A Bátori Nyár 2017-ben is dübörögni fog, már is jönnek a részletek. Az egyik legtöbb vendéget vonzó rendezvénye Nyírbátornak a Szárnyas Sárkány Fesztivál. Az Európa szerte ismert utcaszínházi találkozót július 7-e és 9-e között rendezik meg a Papok rétjén, ahol az eddigiekhez hasonlóan színházi és utcaszínházi társulatok, zenei és táncegyüttesek, bábosok, csepűrágók, zsonglőrök, bűvészek, élőszobrok és gólyalábasok szórakoztatják majd a közönséget.
A június 24-től augusztus végéig tartó rendezvény sorozat központi eseménye az 51. alkalommal megrendezendő zenei napok és a 25. évfordulóját ünneplő Szárnyas Sárkány Fesztivál lesz, hangzott el az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón Nyírbátorban. A Bátori Nyár program sorozat június 24-én kezdődik az Experience Revanche című produkciójával a Nyírbátori Kulturális Központban. Ugyanezen a napon rendezik meg a múzeumok éjszakáját a Bátori István Múzeumban. Éjszakai fürdőzésre először július 8-án lesz lehetőségük a vendégeknek, majd a szomszédos Máriapócson megnyitják a 11. Bátori Országos Színjátszó és Musical tábort. A kurzus alatt szakemberek adnak segítséget azoknak a növendékeknek, akik komolyabban szeretnének foglalkozni a színjátszással, vagy szívesen ismerkednének a színpad világával. Ezen kívül bentlakásos lovastábort és a második nyírbátori strandlöplabda bajnokságot is megszervezik a városban. A zenei napok program sorozata augusztus 5-én veszi kezdetét fúvós zenei találkozóval, majd 7-én a Szolnoki Szimfonikus Zenekarat koncertet. Augusztus 12-én az Anima Music Kamara Zenekar előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Számos fellépő lesz, ha ki kell emelni mégis ezek közül valakit, akin azt gondolom, hogy a leginkább ismert és legjobban annak örülünk, hogy a Balázs Fecót el tudtuk idén hívni, aki ebben az évben nem sok helyszínen lép fel, hiszen betegséggel is küzdött az elmúlt években, hónapokban, úgyhogy egy nagyon különleges koncert a Kulturális Központban az idejében azt gondolom, hogy színesíti a programot, de emellett Ilényi Katica is fellép nálunk, aki egy szintén közismert zongora, vagy hegedűművész, és nagyon sok olyan programot kínálunk, ahol a könnyű zenét és a komoly zenét próbáltuk ösztönözni, annak érdekében, hogy ne csak a komoly zenét szeretők, hanem a fiatalok vagy a könnyű zene felé kacsingatók is ellátogassanak. Ennek egyik emblematikus eleme az, hogy az idejében egy komoly, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar fog moziprodukciókat, tehát mozifilmzenéket játszani. Én azt gondolom, hogy ez olyan, ami a gyerekeket, fiatalokat és a komoly zenét kevésbé szeretőket is el tudjuk majd csalogatni. A Bátori Nyár ideje alatt gasztrotalálkozót is rendeznek, a lazább zenei stílus kedvelőinek pedig az augusztus 10-e és 12-e között a Death Crew könnyű zenei és filmfesztivál nyújthat kikapcsolódást a nyírségi városban. Szombaton, azaz holnap 9. alkalommal szerveznek Újfehértón országos gépészkovács találkozót, de hogy mi is ez a rendezvény, és egyáltalán mi az, hogy gépészkovács, meg hát, hogy ugye kik találkoznak ténylegesen, erről beszélgetek a fő-fő szervezővel, vendégem Szilágyi Péter. Szervusz, Péter! Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, és téged is, Vivian. Na hát, kik fognak találkozni Újfehértón holnap? Régió ismerősök, gépészek, barátaink az ország minden területéről. A 9. gépészkovács találkozón több mint 93 kiállító fog részt venni. Összeszámoltam, körülbelül az ország 40 településről fognak hozzánk érkezni. Hát ők tulajdonképpen múzeális gépgyűjtők, nevezhetjük így is őket. Ez a gépészkovács név, ez nyilván egy fantázia név, amit a rendezvényt neveztük el így. De valójában a gépészkovácsok az egy régebbi szakma, egy kihalt szakmáról beszélünk. Ők ilyen falusi ezermesterek voltak, gépeket üzemeltettek, kovácsoltak, lovat patkoltak, minden egyéb ilyen műszaki dolgokkal foglalkoztak az adott településen. Szerintem ez a rendezvény főleg a fiúk, a férfiaknak a szívét dobogtatja meg, hiszen rengeteg különleges járgányt, gépet lehet látni, de pontosan miket? Hát a rendezvényen most ismereteim szerint stabil motorok, traktorok, tehát múzeális gépekről beszélünk a traktorok esetében is, illetve lesz egy 1919-ben gyártott Henrik Lanz gőz lokomobilnak az indítása, egy cséplőgéppel lesz összekapcsolva, és egy cséplési jelenetet is be fognak mutatni. Hát az az érdekesség, hogy a cséplőgép, illetve a napszámosok, nevezzük így a cséplő embereket, ők az ország másik végéből fognak érkezni. 9 órakor kezdődik a hivatalos megnyitó, és 10 órától már egy elég látványos programelemmel indul el lényegében ez a rendezvény. Pontosan hol érdemes gyülekezni 10 óra tájékán? Hát én már azt javaslom a nagy érdemű közönségnek, hogy 8 óra környékén már érdemes kijönni. 9-kor van az ünnepélyes megnyitó. Dr. Rémiás Tibor, a múzeumigazgató úr elfogadta a felkérésünket, és ő fogja megnyitni a rendezvényt.
aztán 10 órakor indul a traktoros felvonulás. Hát itt fel lehet ülni a traktorokra, pótkocsikra, természetesen nagyon odafigyelve, hogy nehogy valaki lepottyanjon a gépről. És merről, ezek a traktorok, merre haladnak majd a traktorok, tehát a település felvonulás központjából, ugye Újfélytől észak-déli tájolású település, Hosszantiba, és akkor a központból lemennek egészen a majdnem a déli végéig, aztán vissza egy picit az északére, és aztán megint a központba. Tehát azt nézem a meghívóban, mert hogy mi is kaptunk a Kölcsei Televízióval, hogy lesz például egy rajzpályázat eredmény hirdetése. Mi is ez a rajzpályázat? Igen, és akkor itt cáfolom azt, amit az előbb mondottál, hogy inkább csak a fiúkat érdekli. A rajzpályázati cáfolat rá, mert az országos gépészkovás találkozó meghirdetett megyei szinten egy rajzpályázatot általános iskolás gyerekek részére 3 korcsoportban, és őszintén mondom, hogy nagyon örültem, mert közel 80 rajz érkezett be a megye településeiről, és hát túlnyomó részt lányok, a díjazottak legalábbis, ha jól emlékszem, egy fiú van közöttük, és hát én ebből arra tudok következtetni, hogy a lányokat is azért csak megfogja ez a dolog, illetve hát valamikor azért biztos részük volt a mindennapjaiknak azok az eszközök, amiket most itt láthatnak majd. És én bízok is benne, hogy nagyon sok gyerek lesz Újfélytől, és hát szabad még elmondanom a gyerekekkel kapcsolatosan, addig még eszembe van is, hogy csalogassam őket odafelé Újfélytóra, hogy a gyerekprogram, amit minden évben hagyományosan megszoktunk rendezni a gépészkovás találkozó alkalmával, az megint lesz, a Városi Múzeum Füves területén lesz ugrálóvár, népi játékok, testfestés, egyéb ilyen dolgok a gyerekeknek. Mivel hát reményeink szerint sokan el fognak jönni gyerekek is. És nem csak a gyermekeket mozgósítjátok, hanem mondjuk a jótékonykodó felnőtteket is, akik már elmúltak 18 évesek, minimum 50 kilósak, azért, mert hogy véradás is lesz. Igen. Pontosan hova szerveztétek ezt a programelemet? Na most ez is ugye már hagyományosnak mondható, nem is tudom pontosan, de szerintem már vagy 6. alkalommal a Magyar Vöröskereszt szervezésében erre az időpontra van időszítve egy véradás. Ez az Újfélytói Művelődési Központnak a kávézójában valósul meg a rendezvény ideje alatt nagyjából. Én azon gondolkodom, hogy megkérdezhetem-e, hogy jövőre lesz-e ilyen, mert hogy a jubiláló rendezvényre ott már biztos, hogy több mint 90 érkező fog bejelentkezni. Van már tervben ilyenkor, hiszen ezeket a nagy rendezvényeket majd, hogy nem, ahogy lemegy, szinte már el kell kezdeni szervezni, hogy jövő évre is legyen egy időpont, ami mindenkinek jó lesz. Ez így van, ezt nagyon jól látod. A gépészkovás találkozó az minden év június utolsó szombatján kerül megrendezésre, ez egy ilyen sarokkő, igen, ezt az országban így ismerik. És hát természetesen azért már ennek a 9-nek a rendezése kapcsán is ötletelek, hogy mi lesz a 10-en, hiszen ott egy picit azért nagyobbat kell lesz majd dobni, hát még nincs kitalálva, nem forrott ki, elég most ezt még leszerveznem. De vannak ötleteim, elképzeléseim, és majd szeretnénk egy picit rátenni erre az idejére is. Én nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy elfogadtad a meghívásunknak. Önöknek pedig munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Én ezzel a műsorral köszönök el a Kölcsei Televíziótól, a Weekendtől, így önöktől is. Szép hétvégét kívánok!